Hello, szevasztok, üdvözlök mindenkit, ugye a videóban mai napon megnézzük a Lazaret című horror játék hivatalos demo verzióját, ez a Steam demo. Erről a játékról az égvilágon semmit nem tudok. Viszont a Steam adatlap alapján érdekesnek tűnt. Aztán pár percig kipróbáltam. Most látom, hogy ott és csak ott a szemközti folyosó végén, mint ahogy állna valamilyen alak, nem? De még csak a főmenüben vagyunk. Szóval, ez a játék egy olyan hajón játszódik, tehát hajón leszünk, ami régen eltűnt, de rejtés módon újra, ami a rejtés módon eltűnt, úgy újra felbukkant. És egy felderítő csapat, felderítő alakulat egy tagját alakítjuk, akinek le kell ellenőrizni, hogy mi történt a hajóval, mert ugye a hajóról jeleket küldenek, és ugye a felderítő csapat ezeket a jeleket fogta, valami ilyesmi. Ugye voltak már, azt hiszem, léteznek ilyen filmek is egyébként. A játék így van beállítva, minden ultrán, és meglepődtem, hogy milyen szépen fut. Pedig ez is Unreal Engine. Úgyhogy nagyon-nagyon jó látni, hogy azért akadnak olyan indie fejlesztők, akik azért igenis odafigyelnek a játék teljesítményre, tehát a képkockasebességre is odafigyelnek, és nem ész nélkül rakosgatják tele a pályára mindenféle ingyenes eszettel. Na, úgyhogy nézzük is ezt a demót, tehát, amit mondtam, soha nem játszottam ezzel, nem tudom, hogy milyen hosszú, nem tudom, mennyire félelmetes, és csak reménykedni tudok abban, hogy nem lesz benne túl sok jumpscare. Hát, meglátjuk. És mondtam, hogyha valakinek közben megjön hozzá a kedve, Steamen ott a demo. Ha jól tudom, a játék még nincs kész, tehát még fejlesztés alatt van. De nézzük minden esetre a próba verziót. 4 évvel ezelőtt egy hajó, ami az MTS Endurance nevet viseli, hirtelen eltűnt az Atlanti óceánon. Aztán hirtelen újra felbukkant. Szóval egy mentőcsapat tagja vagy, és ennek a csapatnak az a feladata, hogy kinyomozza, kiderítse a hajóról érkező jelet. És a hajóra érkezéskor igencsak heves időjárási viszonyok vannak, tehát magyarul vihar. Viharban lépünk rá a hajó fedélzetére. És te vagy az egyetlen a mentőcsapatból, akinek sikerült átjutnia erre a szellemhajóra. Mi meglepő, hogy mi vagyunk az egyetlenek. Azt mondja, elindulsz lefelé, és az élet nyomai után keresel. Életet kell keressünk. Hát illetve ugye meg kell nézzük, hogy mi a tosz történt ezzel a hajóval. Zó, igen, itt indulunk. Na. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez miféle. Ja igen, hogyha valakit zavar a hajó imbolygása, ugye ne felejtjük, hogy nagy vihar van, ezért dülöngél a hajó ide-oda. Hogyha valaki saját maga ki akarja próbálni ezt a játékot, ezt az imbolygást, ezt ki lehet kapcsolni a menüben. Erre van lehetőség. A fejlesztők erre fel is hívták a figyelmet. Itt lehet, látod? Ocean Sway Intensity és Hardbobot is teljesen ki lehet kapcsolni.
és írják is a fejlesztők, hogy nem javasoljuk a kikapcsolást, csak akkor, hogyha diszkomfortot okoznak. Mivel engem ezek nem zavarnak, én ezeket nem kapcsolom ki, de azért tényleg azért hozzá tudnak tenni a hangulathoz. És akkor erre is el lehet menni, de azt hiszem, hogy zsákutca van, és igazából eddig a pontig teszteltem videón kívül, tehát tényleg a játék legeslegelét az első pár métert néztem csak meg, hogy hogyan fut, illetve hogy ugye a felvétel esetén hogyan viselkedik a játék. Továbbá ugyan a post-processnél itt ultrát állítottam be, de mivel ugye Unreal Engine-ről van szó, a játék engine.ini fájában az összes filmes post-process effektet manuálisan kikapcsoltam. Úgyhogy elméletileg nem találkozhatunk azokkal. Na, azért van interakció a környezettel. Jó, jó. Igen, azért horrorban ez nem árt, ha van. Jó, dinamikus árnyék. Jó, jó. Helyben vagyunk. Nem rossz. Hűha. Jó, hát így az első pár méter után azt kell, aha. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tűnik csúnyának a játék. Egyáltalán nem csúnya. Elég pofásan néz ki szerintem. Most már csak tényleg abban kell reménykedjek, hogy nem lesz túl sok jumpscare. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz belőle sok. Én abban reménykedek, hogy egy se legyen, de hát arra nem túl sok esély van egy horror játékban, azért lássuk be. First aid. Na, annak viszont örülök, hogy egyrészt, hogy a performance az egyelőre, itt a játék elején még abszolút kiváló, ennek nagyon-nagyon örülök. Illetve, hogy a kamera mozgás is abszolút tökéletes, tehát nagyon-nagyon szépen ki van simítva. Ez itt tök jó tényleg. Úgyhogy a fejlesztők sok-sok technikai dologra azért odafigyeltek, úgyhogy dicséretet érdemelnek. Aha! Jó, ide kell egy kód. Van egy-két hang, amit nem tetszik a hajón. Kell egy négyjegyű kód. Én itt most szépen leülök, és sírok a sarokban, és várom a segítséget. Na jó. Nem kérek jumpscare, köszönöm. Meg vagyok nélküle is. Halló? Nem. Halló? 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 Ezt itt nem lehet mozgatni. Ez zárva. Horrorjátékokban mindig nagyon-nagyon óvatosan kell megfordulni szűk folyosókon. Főleg akkor, hogyha a folyosó ez zsákutca. Mindig nagyon-nagyon óvatosan kell olyan esetben megfordulni. Én most várjál. Jó. Már látom, hogy merre tudunk tovább menni. Először megpróbálom ezt így kinyitni. Nem, ez zárva van. Jó. Mondjuk az is érdekes, hogy a Steam adatlapon a fejlesztő az ajánlott gépigényhez DX12-t javasol, de a játék DX11-ben fut, tehát a demóban még úgy tűnik nem érhető el a DX12 mód. Nem tudom, hogy a teljes verzióban lesz-e DX12-es leképző, és mondjuk azt sem tudom, hogy
egy Unreal Engine-nél az mennyire használható. Ui! Hello! Hello! Az igen, ezt kinyitottad, barátom. Hú, de gyorsan felkelt a padlóról. Jó, még ott ül, oké. Arra voltam kíváncsi, hogy ez a bábú itten eltűnt. Nem, még ott van a helyén. Aha. Ejha. Hát ez... Hát ez nem néz ki túl egészségesen. Hát ez a hulla nem túl friss. Ez már mumifikálódott valamilyen szinten. Oda be tudok menni, azt mondja a játék. De várj egy kicsit, hát... It can't be broken by hand. Igen, hogy kézzel nem tudja ezeket a léceket leszedni onnan. Gondolom kell valami pályszer, vagy... Valamilyen szerszám, egyéb szerszám. Úgy tényleg a játék egész pofásan néz ki, azt kell, hogy mondjam. Ez mi? Várj egy kicsit, várj egy kicsit, várj egy kicsit. Hogy tudom úgy forgatni, hogy... Ezt föl kell írjam. Az első az egyes, ugye 1947, ez az izéhez kell. Csak 19. 1947, úgy is nézhetjük. Ugye korábban találtuk ott a bőröndöt. Az kicsit visszább van. Ja. Úgyhogy mielőtt oda... Viselkedjél! Csukd vissza! Csukd vissza! Na. Én most visszamegyek. Te ott maradsz a helyeden, ugye? Ajánlom, hogy ott maradj a helyeden, különben mérges leszek. Remélem, hogy a visszaúta nem lesz ijeszgetés, mert megtaláltam a kódot. Kedves fejlesztő, fejlesztők. Nem tudom, hogy hányan készítették ezt a demót. Mi volt ez a hang? Nem tetszik. Hol volt az a bőrönd? Merre van? Nem emlékszem. Hello? Itt van benn. Oh. Kárra nem lehet itt, nincs itt bezárható ajtó, én bezárnám magam mögött a szétszentség. Zó! 1947. És mi? Most, ez most mi? Kulcstartó? Vagy... És most... Relik. Jó. Így erekje.
Jó. Remélem, hogy ez egy opcionális gyűjthető tárgy, mert akkor teljesen fölöslegesen jöttem vissza. Nem. Nem én voltam. Nincs ijeszgetés. No ijeszgetés. Mondtam már, hogy gyűlölöm az emberformájú bábukat a horrorjátékokban? De úgy nagyon. Nem megmondtam, hogy maradj a seggeden? Nem megmondtam? Olyan pofon kapsz mindjárt, hogy... Az istenedet. Jó, hát akkor... Ezt nem lehet becsukni? Nem. Jó, akkor... Halló! Papa! Hát, én azt hittem, hogy be kell oda kúszni, de ezek szerint csak be kellett oda leskelődni. Kell keresni valami eszközt. Jó, ez nem opcionális, hanem a továbbjutáshoz szükséges. Jó, oké, minden rendben, minden a legnagyobb rendben. Értem, érteni. Ez most sima vízatlan, vagy inkább olyan ilyen... De azért az a vízséder, az elég faszán néz ki. Az ott elég jól néz ki, az a vízatlan. Tényleg, az elég fasza. Szép. Aha, ja, pofás. Hello? Elnézést a zavarásért, én a felmentősereg egyetlen megmaradt tagja vagyok. Fingom sincs, hogy hogyan, de jöttem segíteni. Igaz, hogy rajtam is kéne segíteni. De azért na. Ejha. Nyilván még egy bábú, nyilván. De az is lehet, hogy ezek nem bábuk, hanem korábban ezek rendes emberkék voltak, csak valamiért, nem tudom, így megkövültek. Milyen fura izé van rajta. Lehet, hogy inkább ilyen megkövült emberkék, nem? Mit akarsz adni? Mutasd, mi van a kezedben? Na, engedd el! Kulcs! Ó, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Nem bánod, ha... Jaj, ne. A játék kiírja, hogy fussak. Ez a legrosszabb, ami egy horrorjátékban történhet, amikor a játék kiírja, hogy fuss. Mikor... Hol volt checkpoint mentés? És ha nem futak, akkor mi történik, he? He? Utána fog futni, hogy elvettem a kulcsát? Vagy most mi lesz, ha nem futok?
Ez a futás! Aha. Hát, jó. Én azt hittem, hogy sokkal gyorsabb, de... De azért valamivel gyorsabb, mint a sétálás. Várja, hogy lehet inventory-t nézni? Tab az nem, I betű nem. Milyen kulcsot vettem föl? Mert megnézném a kulcsnak a nevét. Valamilyen stairway, vagy micsoda? Mert itt nem látni lókuk itt sem. Tehát, hogy nem tudom, hogy hova kell a kulcs. Fogalmam sincs, hogy hova kell ez a kulcs. Meg úgy örülnék, ha lenne egy zseblámpa. Pontosabban egy olyan zseblámpa, amelynek nem merül le az aksia pár másodperc után. Az a víz baromi jól néz ki ott lenn. Jaj, bocsánat. Nem rombolási szándékkal jöttem ide, hanem túlélési szándékkal. Hello? Vakítanak. Jaj, ne! El kell bújni majd a szekrényekbe. Nem akarom. Ne. Ez a te hibád. Ez is a te hibád. Nem akarom. Hova kell a kulcs? Hova kell ez az átkozott kulcs? Nem tudom, hogy hova kell a kulcs. Hova kell? Ez jó lesz. Apa, kezdődik! Ha megmozdulsz, megverlek. Na jó, nem. Vannak túlélők, jó estét kívánok! Segíteni jöttem! Csokolom! Tessék már! Tessék már! Hello? Lehet, hogy az én voltam hétfő reggel, nem tudom. De biztos, hogy jó irányba megyek, mert olyan dolgok jelennek meg, ami eddig nem jelent meg, úgyhogy szerintem a kulcs egyébként ide kell, ha tippelnem kéne. Ó, ez az. Ó, ez az. Ő, meg az U, meg az A. Zó. Ejha. Aztán, itt aztán, já, hát ez, erre nem megyünk, az már biztos. Egyébként a való életben ezen át lehetne mászni. Tehát az úgy nem lenne nagy gond. Kérdés az, hogy ezek a létrák, ez a fémszerkezet, ez elbírná-e a többlet súlyt? Azt nem tudom. Jaj, most már ketten vagytok! Erre nincs tovább, ugye? De úgy nagyon jól jönne mondjuk egy... Mondtam már, hogy szeretem a hosszú szűk folyosókat horror játékokban? Az egy csodálatos dolog. És itt el lehet bújni, ugye? Nem, ebben nem lehet elbújni, jó. Na, veletek mi van? Földbe gyökerezett a lábatok, mi? Látom.
Jaj, imádom az ilyen folyosókat, imádom. Na, mi lesz a folyosó végén? Ki fog keresztül kasul menni ottan, előttem? Hm? Oké. Hát ilyen ajtóra nem számítottam, hogy őszinte legyek. Ez érdekes. És ez nyitva... Várjál, már itt valami nem stimmel, he! Hát mind a kettő zárva van. Jó napot kívánok. Was ist hier los? Hops! Nem én voltam! Valaki tönkretette az egyik fényforrást. Ezt sem lehet kinyitni. És most? Ilyenkor mi van? Menjek vissza? Tegyem tönkre azt a fényforrást is? Oké. Hellóka. Alter. Hát itt jó sok ilyen robbanó tartály van egyébként. Ne haragudj, de ez kell nekem. A pályszer. Bocs! Ugye azt tudjuk, hogy most hova kéne visszamenni. Ugye volt az egyik korábbi teremben, ahol ugye be lehetett nézni a szellőzőbe, mellette volt a bedeszkázott ajtó, ahol írt a játék, hogy puszta kézzel ez nem fog menni. Na most oda visszamehetnék, vagy megpróbálhatnám Pajszerral szétszedni ezt itt. Bár nem hiszem, hogy az a feladat. Nem. Aha, mert nincs külön inventory. Jó, vissza kell menni. Ez most már egész biztos. Csak azt hittem, hogy talán ezt az ajtót is szét lehet szedni Pajszerral, de nem lehet. Na, kik fognak boldogítani a visszavezető úton? Hm? Kik fognak boldogítani? Láttalak, ne bujkálj! Láttam, hogy leskelődtél, ne leskelődjél! Melyik volt? Az iskolátokat már... Mondjuk ennek örülök, hogy itt el van barikádozva, és nem kell még lejjebb menni oda le a sötétbe. Ennek most mondjuk örülök. Igen, innen jött. Á, ez egy jó. Tehát szektorokra van osztva a játéktér, és ez az egyik töltőzóna. Oké, jó, értem. Amúgy... Ha ez az ára annak, hogy jó a performance, akkor legyenek töltőzónák. De akkor igen. Inkább legyen töltőzóna, mint hogy szar legyen a performance, úgyhogy szerintem, ha ez volt az ára, akkor nagyon jól döntöttek a készítők, én azt mondom.
Jó felem megyek? Erre volt az a terem? Nem vagyok benne biztos. Aha, itt van. Itt maradsz a seggeden, ugye? Most azt nem tudom, hogy ugye ott az egyik szekrényben el lehet bújni elvileg. Hát csak azért gyors leellenőrzöm, mielőtt ezt még szétszedem, mert azokat a léceket szétszedem, akkor lehet, hogy triggerelek valamit, vagy valakit, ami bántani akar. Ahem. Miért van olyan érzésem, hogyha azokat a léceket szétszedem, akkor valami bántani akar, ami elől el kell bújni a szekrénybe. Mi van már itten? Csuk be! Na jó, nézzük, mire jutunk. Mennyivel jobb lett volna, hogyha meganimálják, ahogy leszedi a izéket, nem? De értem, ez is egy... egyfajta töltési... töltési képernyő volt, mondhatni. Amíg ugye leszett a léceket, addig betöltötte ezt a termet itt. Innen húzták el azt a csávót. Először nézzük meg ezt a feljegyzést. The status started to appear on the third day. Azt mondja, a szobrok... akkor mégis a szobrok. A harmadik napon kezdtek el felbukkanni. It was just one or two at first. Eleinte egy vagy kettő darab volt. De minden nap több és több bukkant föl. És a hét végére már több tucat volt belőlük. Szóval több oldalt kitéptek. Hát az van relációjába rakva. Szóval néhány szobor elkezdett mozogni. Már három embert megöltek. Azt mondja, a lezárt karantén alá vont területek evakuálásakor fütyültem, hogy felhívjam a csapat figyelmét, és az egyik szobor visszafütyült. Ez érdekes. Elég fejlett szobrok akkor. We have only had one more fatality in the last week. Azt mondja, elmúlt héten egy halálesetünk volt. Tehát a szobrok mindig visszafütyülnek, tehát ha valaki fütyül, és valahol a közelben van egy szobor, akkor ők mindig visszafütyülnek, kivéve, hogyha nagyon-nagyon közel vannak, akkor nem válaszolnak. You best for the rest of us to find a safe place. Igen, de az lenne a legjobb mindannyiunk számára, találnak egy biztonságos helyet. Igen, újabb oldalak lettek kitépve. Már nem sok maradt belőlünk, közülünk. A motorok leálltak. De nem tudunk eljutni a hídra. Még valami más is van itt a hajón, rajtunk kívül. És folyamatosan a folyosókat járkálja. Túlélők után kutatva. Jelenleg számunkra a legbiztonságosabb hely ez a szoba. Remélem, hamarosan megmentenek minket. Hát, öregem! Ah.
Kapok végre zseblámpát? Ah! Oh. Ne fütyülj! Jó, van zseblámpám. Hát ez tök jó, tényleg. És most? Te maradj szépen ott, jó? Ich hasse das. Próbálok úgy haladni, hogy ne zörögjek. Tudom, hogy erre már jártam, de nem tudom, hogy most merre kellene menni, úgyhogy még egyszer körbenézek. Itt volt ez, igen. Mert most ugye van zseblámpa... Ja, jó, csak a lánc, oké. Okay. Van zseblámpánk, így most az eddig korom sötét területeket bizony-bizony meg tudom nézni, hogy hol, mi, merre, mi van. Itt nincs az éjvilágon semmi. Szerintem nem erre kellett jönni. Nem baj. Semmi gond. Kíváncsi vagyok valamire. Na jó. Most nem fütyül senki. Most azt nem tudom, hogy minden szobor tud fütyülni, vagy csak a gyilkos szobrok fütyülnek. Mert én úgy értelmeztem a leírásból, hogy csak azok fütyülnek, akik a folyosokat járkálják, tehát a magyarul a gyilkos szobrok, akik ugye túlélők után kutatnak. Hogyha egy ilyen Z-kategóriás horrorfilm lenne, akkor szerintem lehetne azt a címet adni, hogy mondjuk a gyilkos szobrok támadása. Azért még mindig ott leskelődik. Volt válasz. De nem ő volt, ugye túl közel van. Meg ő elméletben nem van. Szerintem nem is ő volt, mert akkor hangosabb lett volna. Feltételezem. És akkor erre nem lehet bemenni, úgy? Nem lehet. Csak most azt nem tudom, hogy... Ilyen szűk folyosók vannak, mondjuk, hogyha valamelyik sarkon ott van a gyilkos szobor, és nekem ott arra kéne menjek, akkor hogy megyek ott tovább? Tehát, hogy... Érted? Az oké, okay, hogy fütyüléssel meg tudom állapítani, hogy közelben van valahol, de ha éppen a továbbvezető utatóra szólja el, akkor mit csinálok? Elfelejtettem, hogy van zseblámpám. De egyébként tudja, hogy egy fenti szinten van. A köcsög szobor. Hívjuk csak Mr. Köcsögnek. Hol voltak még sötét részek?
ahova kellett volna... Zseblámpa, mi az Isten? Ja, az a mézé lift, igen. Menjek vissza a... ahol volt ez a kettő ajtó? Várjál! Nincs válasz! Tehát a közelben nincsen szobor. Nincs itt a Mr. Köcsög elvileg. Tehát akkor elméletben biztonságban vagyok ezen a szinten, ugye? Ez azt jelenti, hogyha jól értelmeztem a leírtakat. És innen jöttünk eredetileg. Aha. Igen. Jó, akkor menjünk vissza oda, ahol volt az a dupla ajtó. Szerintem arra kell menni, ott... hát ahol ugye felvettük a pájszert. Hát oda akarok visszamenni. Már nem akarok, de szerintem oda kell visszamenni, hogy pontosan fogalmazzak. Nagyon nem szeretnék oda visszamenni, de szerintem nincs más választásunk. Valahol itt van a Mr. Köcsög. Valahol itt van. Visszafütyült. Jó, az a kettő még ott van a helyén, egyelőre. Öff. Oké! Az ajtó eddig zárva volt. Most már oda is be tudunk menni. Szerintem onnan valaki vagy valami kijött, ami így fütyörészik. De nem fogom ezt szeretni, gyengém. Hogy mi? Te hallod? Mi? A jó anyámat kerestek ti itt, he? Ne... Ne mutogassál! Most nem fütyül. Lehet azért, mert túlságosan közel van. Lehet, hogy a négy közül valamelyik. Amikor ott voltam fenn a lépcsőn, akkor fütyült. Ne fütyülj! Fütyülsz, bazd meg, és hazudsz. Úúú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 
Arra se vinnél. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon nem fogom szeretni. Ez ebben nem lehet elbújni? Egyikbe se lehet elbújni. De miért van itt az... Hey! Miért van itt ez a terem? Mi dolgom van itt? Ó! Értem. Ide kell hozzak egy kulcsocskát. Hehehe.
Nincs válasz. Most nem tudom, hogy azért, mert túl közel van, vagy nincs a közelben. Tehát, ezt jól megmondtam, mi? Te ott maradsz a helyeden. Az anyádat. Valami rámugrik, vagy elémugrik, én eldobom az egeret, a szétszentség. Ott vettük fel a pályszert. Aha. Jó, most tudom, hogy hol vagyunk. Így van. És azt kell még megnézzem, hogy ezekben el lehet. Ojaj! Ojaj, 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 ojaj. Ebben itt el lehet bújni. Ez baj. Ez is zárva volt eddig. Ismeritek azt a dalt, hogy nem lesz ennek jó vége? A bikininek van egy ilyen száma. Egyébként tök jó. Valamiért eszembe jutott. Hello? Nyugi? Ez mi? Én ezzel nem tudok csinálni semmit. Ide kéne hoznom valamit? Azt sem tudom, hogy mi ez. Diavetítőn értem, de hogy... Jó, oké, diákat kell ide hozni. 35 mm-es diavetítő. Jó. Értem. Gat! Nem lehet becsukni azt az ajtót. Miért nem lehet becsukni? Miért nem lehet az anyádat! Mi a lúcitrom ez? Megjött Mr. Nagyköcsög! Hát téged azt jelenti, jól befásítottak, hallod-e? Takarodj innen. Jó, megvan, hogy mielől kell bujkálni. Oké. Hüha! Na. Első találkozással Mr. Főköcsöggel. De... ami még fura, hogy itt nincs semmi. Én azt hittem, hogy talán itt megkaphatjuk a diafilmeket.
De nincs. Lent sincs. Ó! A másik teremben, ugye? Igazából le kell mindig ellenőrizni, hogy melyik... Jó, oké, tehát nem tőlük kell félni, hanem a nagy köcsöktől, akit az előbb láttunk. Már részben láttunk. Oké, várj egy picit. Nem lehet. Ezekben nem lehet elbújni. Tehát, hogyha jön a nagy köcsög, akkor gyors át kell menjek oda, és elbújni a szekrénybe. Hát ez csodálatos lesz. Mi ez? Aha. Egy óra. Jó. ...1947. Hát, ha itt is működik, nem tudhatjuk. Nem, itt nem működik. Óra, tehát valamelyik óra árulja el a kódot? Óra mögött, vagy... Óra, de mi... Hé? Tehát, hogy... Ebből nekem ki kéne találni a kódot, vagy valahol kell keressek egy fali órát, amin a kód lesz. Tehát, hogy... Hé? Keressünk egy fali órát. Megpróbálhatjuk. Még azt sem tudom, hogy a játék hogy fogja jelezni, hogyha a nagy köcsög valahol a közelben van. Tehát akkor ő fütyűrészik. Bassza meg. Még mindig itt van. Aztán lehet, hogy pont, hogy nem kéne fütyörészek, mert úgy ugye rájön arra, hogy valahol itt vagyok. Ebben nem lehet elbújni. Most nincs más ötletem, mint hogy ugye egy órát próbálok keresni. Fogalmam sincs, hogy hol lehet. Ez mit akar jelenteni? Azt sem tudom. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán tényleg, hogy tényleg ez-e a feladat, hogy tényleg itt egy valamilyen fali órát kell keresni. Állj! Ez most... Ez 10.35. Most ez vagy 10.35, vagy 22.35, attól függ, hogy milyen formátumban nézzük, a 12 vagy 24 órás formátumban. Megpróbáljuk mind a kettőt, tehát hallod, tehát sok veszíteni való, kettő lehetőség van.
Aztán mondom, nem biztos, hogy működni fog ez a terv, ez ilyen jobb ötletem jelenleg nincs, ez ilyen teória a részemről. Hol volt? Itt volt. Tíz... 35. Ez nem nyert. 22-35. Ez sem nyert. Jó, hát ez a teória, ez nem jött össze. Pedig nekem ez lett volna logikus, mert ugye erről ezen a cetlén nem lehet semmilyen kódot kivenni, főleg nem négy jegyű, tehát most itt, ugye, itt mit? 10. Erről aztán tényleg semmit nem lehet leolvasni. Csak az annyit mutat a játék, hogy nézd meg egy órát. Lehet, hogy több óra van. Oké. Akkor keresünk egy másik fali órát. Lehet, hogy az... Lehet, hogy egy másik fali óra kell. Mert hát... Ugye, ennél az óránál kettő lehetőség volt, ugye, és mind a kettőt ellőttem. Ugye, ez 10.35. Vagy 11.35? De nem, mert akkor a kismutató közelebb lenne a 12-eshez. De azért biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, jó? Jó, csak... Tehát el volt rontva a kismutató pozíciója, az nem megfelelő helyen volt, jó? Igazából inkább 10.35 volt, mint sem 11.35, de akkor oké. A teóriám jó volt, csak a óra kismutatója nem a megfelelő helyen volt. Csavarhúzó. Hova kellett... Csavarhúzó. Hol voltak csavarok? Egyáltalán nem emlékszem olyan helyre, ahol... Csavarok. Csavarok. Baszd meg! De igen, messziről lehet látni, mert ilyen kicsit ilyen pirosan világít a csávó. Nem erre jön? A másik problémám, hogy nem tudom, hogy a játék mikor ment. Egész biztos, hogy erre kell menni, mert az előbb itt járkált a Mr. Köcsög. És azt sem tudom, hogy figyelembe veszi-e, hogyha világítok a zseblámpával. Mert ha igen, akkor nem kéne felkapcsolnom. De sokkal hamarabb észre vesz. Hova kell a csavarhúzó? Ugye? Itt a következő fogós kérdés. Hova kell a csavarhúzó? Hova kell a csavarhúzó? Hát nem ide. Nem.
Hova kell a csavarhúzó? Fogalmam sincs. Tényleg, hova kell a csavarhúzó? He? Ide? Igen. Hát ez igazából szerencsés véletlen volt, hogy ezt így ezt itt megtaláltam. Fogalmam se volt, hogy ez itt interaktálni lehet ezzel a szellőzővel, de szerencsére megtaláltam. Ez tényleg csak szerencse volt. Aha. Nagyon remélem, hogy... Nagyon remélem, hogy a Mr. Köcsög nem tud ide bejönni. Remélem, hogy a szellőzőn keresztül nem tud mászni. Annak nagyon nem örülnék. Ott van egy... Aha. Moon... Si... És akkor kell még a napocska. Értem, és mert ugye van az az ajtó, amin van a... Van az a két szimbólum. Aha, jó. Értem. És itt vannak a 35 mm-es diafilmek. Vissza kell menjünk a diavetítőhöz. Oké, értem. Ez... Hol nyitott ki? Most... Hol vagyok? Hé? Ez... Ó! Oh, most már tudom. Néha le kell kapcsolni, hogy lássam, hogy van-e valahol piros fény, mert ha piros fény van, akkor ott Mr. Köcsög jön. És akkor onnan... akkor sprintelés van. Csak... Várj, itt ebben, ott abban el tudok bújni, oké? Tudom, mi a gond, itt ebben nem lehet elbújni, tehát ha én mondjuk elkezdem ezeket a diafilmeket lövötíteni, és akkor úgy gondolja Mr. Nagyköcsök, hogy meglátogat, hát akkor ott akkor szomorú leszek. 3 darab? Hát ez nem sok. Ez hol van? Aha. 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 1, 2, 3. Szerintem ez az egyik hátsó terem talán. Nézze meg azt a rádiót, vagy a szekrény mögött van valami? Jó. Hát meg kéne először találni azt a termet, amit ez most itt mutat. Ah, jó anyádat! Leskelődjél itten! Hát hülye vagy! Figyelnem kell, hogy... Ez nem az. Ez se... Hé? Reméltem, hogy ez az a terem, amit mutatott a játék, de... Nem. Nem, ez nem az a terem. Sejtem, hogy merre lehet. Sejtem.
nem fogom megúszni a találkozás nélkül, ugye? Szerintem... Nem, nem ez, nem ez, nem. Hey! Ez az a terem. Jól emlékeztem, hogy valahol itt van. De ezekben nem lehet elbújni. Hangos. Itt a napocska, megvan a napocska, megvan mind a kettő szimbólum az ajtóhoz, és most fog szerintem meglátogatni minket a nagy piros köcsög. Lehetett hallani, hogy valamit húz maga után. Most merre menjek, ugye? Ezen a... ennek a folyosónak a végén ott van egy olyan szekrény, amiben el lehet bújni. Ott, amellett. Pár lépésre az egyik szekrényben el lehet bújni, tehát ha itt jönne... Itt, ebben el lehet bújni. Azt hittem meghalok. Szerintem futás van. Futás. Aha, igen. Szép volt az a fény. Igen, menekülős rész van. Futás. Nyiski. Nincs elég idő. Vagy van? Jó napot kívánok! Igen? Mit parancsol? Ouch! Nem
rossz játék, sőt, meglepően jó. Nagyon-nagyon jó horror. Hála az ének, ez nem jumpscare-re épít, hanem a nyomasztó atmoszférára, ugye... Azt mondja, return to the main menu. Igen, igen, igen. Na, ez volt a Lazaret játék demo verziója. Nekem nagyon tetszik. Nagyon jó atmoszférája van, és ezzel a kifásított nagy piros köcsöggel azért teremtettek egy elég jó nyomasztó atmoszférát. És szerencsére annak is nagyon örülök, hogy nem vitték túlzásba a menekülés meg az elbújósdit. Tehát nem kellett milliószor befutnom egy szekrénybe elbújni. Nem spónolt le minden sarkon, hanem azért normálisan lehetett haladni is. Egyszer kellett ugye elbújni, és egyszer menekülni. Szerintem ez nagyon-nagyon jól így ki van balanszolva, és remélem, hogy majd a teljes játék is ilyen lesz, tehát ebből a szempontból ugyanilyen jól lesz balanszolva, hogy tehát remélem, hogy nem fogják túlzásba vinni ezt a bujkálást. Ez így teljesen jó volt szerintem. És továbbra is óriási nagy elismerés és dicséret jár a fejlesztőknek, hogy technikai szempontból tehát példaértékűen optimalizálták a játékot, tök szép a játék, nem lehet okapanaszra, gyönyörűen fut, ami ettől a motortól rendkívül ritka, úgyhogy számomra ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt ez a játék, szerintem nagyon jól sikerült, és ez a demo is azon kevés demók közé tartozik, ami engem meggyőzött. Nagyon meggyőzött. Úgyhogy a horror rajongóknak ezt bátran ajánlom. Nagyon-nagyon biztató, és ebben a játékban bizony nagyon nagy potenciál van. Nagyon ügyesek ezek a fejlesztők, minden elismerésem az övék. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a teljes verziót. És hát természetesen szívesen várom a véleményeteket komment formájában, hogy ha megnéztétek, hogy tetszette, meg hogy ki akarjátok-e próbálni. Mondom, a horror rajongóknak ezt bátran ajánlom, mert szerintem nagyon-nagyon jó. Jó atmoszférája van, úgyhogy valamikor majd jövőben könnyen lehet, hogy akár a teljes verziót is végigvisszük majd. Ha lesz rá nézői igény, hogyha szeretnétek majd valamikor a távoli jövőben, nyilván miután már megjelent a teljes verzió, hogyha majd szeretnétek a teljes verzióból is végigjátszást, akkor azt is akkor jelezzétek kommentben, és akkor tudom, hogy legalább van rá igény. Na jó, tényleg, tök jó játék, nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt ez most nekem. Én tök jól szórakoztam rajta. Úgyhogy... Szavaztok!